Sziasztok! Ma készítek egy videót, hogy hogyan kell feltelepíteni a Stainless Steel 6.3 és 6.4-es modot a média 2 Total Azon belül is ugye a Kingdoms kiegészítő is szükséges a játékhoz. És, és akkor kezdjük is. Ugye legelőször le kell tölteni, szóval beérjük ugye a Google-ba, hogy Steel mod rákeresünk, és ugye be, beadja ugye az elsőt, hogy Stainless Steel Mold for Medium, a kettő totál volt. Kingdoms, ugye mivel a Kingdoms kiegészítő nélkül nem megy, ugye ráklikkelünk, itt le kell görgetni, és akkor van egy olyan, hogy uh, itt írja, hogy Stainless Steel 6.4 full verzió, uh, ugye még uh, 2017. január 24-én jelent meg, és van egy olyan, hogy a patch, ami ugye 2016. november, november 23-án jelent meg ugye a patch, mivel a patchet ugye azt az maradt, de a full verzió az, az, az egy kicsit másképp néz ki. Azt hiszem, hogy a telepítését változtatták meg. Na mindegy. A lényeg az, hogy rá kell klikkelni, Download Now, és uh, a minden igaz, elindul magától. Ne, 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 hirdetés nem kell és el, igen, el is indult magától, és meg kell várni, ugye még letöltődik és kész. Én persze nem töltöm le, mert nekem már megvan. Én törlöm. Ugyanez a helyzet ugye a patch -el. Nagyon egyszerű, ráklikkelsz. Szerintem be megint egy hirdetést, nem kell. És el fog indulni magától a letöltés. Ja. Nekem természetesen ez nem kell, mert már megvan. És kb. ennyi lenne ugye a letöltési dolog, nagyon egyszerű és akkor kezdeném a telepítéssel, ugye ha letöltötted a stainless steel 6.3, 6.4 ugye, valójában 6.4 lesz a neve, mert ugye az a legutolsó úgymond verzió de legelőször fel kell telepíteni a 6.3-at és akkor utána a 6.4-et és a 6.4-es patchet szóval meg fog jelenni majd két ilyen uh, file, uh, uh, ugye ez, a, ez, az eredeti, ugye a 2,55 GB, a patch pedig mindössze 131 MB, nem olyan nagy. Ugye legelőször ki kell csomagolni őket, szóval nekem angolul van, de ugye magyarul azt hiszem, hogy valahogy úgy írja, hogy kibontás ide. Szóval ki kell ugye bontani őket, ki kell csomagolni, és akkor megjelenik egy újabb fájl, meg kell nyitni. Itt ezek a fájlok, -ok, ugye, ami itt van, ez azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 7 ugye 7 fájl, mindegyik egy helyen kell legyen, hogyha nem egy helyen vannak, akkor természetesen a telepítés nem lesz jó, és akkor rendszergazdaként kell futtatni, ugye jobb klikk az SS 6.3-ra, futtatás, next, és a telepítő automatikusan megtalálja, hogy hol van a játék, szóval nem kell kiválasztani azt, hogy ugye Steam, Steam Apps, Common Media, Vol 2, Total War Mods és SS 3, vagyis 6.3, hanem uh, automatikusan megtalálja. Ha minden igaz, akkor ha például CD-s verziód van, vagy tört verziód, és ugye mármint tört verzió, és megvan a Kingdoms is, akkor valahogy úgy kell kinézzen, hogy uh, ahova van telepítve a játék, ugye? Ha nem a C-ben, hanem fel van osztva a hard drive-od, akkor, akkor valahogy úgy kell kinézen, hogy Sega, és akkor média World 2 Total War Mods, SS 6.3. Vagy, vagy, ahol van ugye a játék, nem tudom, hogy C-ben, vagy D-ben, vagy E-ben, attól függ. Csak a lényeg az, hogy ahova van telepítve a játékod, ugye oda kell rakd a, média MediaWall 2 Total War Mods, és, és akkor ugye meg, a telepítő ugye magától létrehozza az SS6.3 mappát, ugye. És akkor oda kell telepíteni a játékot. Nem olyan bonyolult, mert uh, szerintem annyit mindenki meg tud, úgymond, vagy annyira annyit mindenki tud, hogy hova telepítette fel a játékot. És annyit meg tud csinálni, ugye, hogy megnyitja a médiál kettő totál volt ugye browser, és akkor uh, nem is tudom, C. Talán még nekem is van egy Sega mappá, van, bár nem biztos. hogy uh, elnézem, nekem nincsen. Pedig régebben még azt hiszem volt. Na mindegy. Uh, ugye, ahogy mondtam, akkor ugye, ha például CD-s verziód van, vagy tört verzió, akkor az úgy néz neki, hogy megnyitod, és akkor kéne legyen egy olyan, hogy Sega, nekem például Steam van a helyette, Steam, neked Sega, ugye, és kiválasztod, hogy médium volt 2 Total War, Mods, Oké, okay, és, és kb. ennyi. Rendben, legyen egy olyan, hogy next, next és install. Arra gondoltam, hogy leállítom a telep... vagyis a... nem a telepítést, hanem a rögzítést, mert ugye... A 6.3 úgymond az alapja a játéknak, a 6.4 az már leginkább csak egy patch, és akkor a 6.4-es patchet is patchelni kell, valahogy így van. Szóval egy pillanat. Rendben, srácok. Szóval miután megvan ugye a 6.3-as telepítés, akkor ugye beadja, hogy lehet választani, hogy milyen kampányt szeretnél játszani. Ugye korait vagy késeit, én általában a korait szeretem, és akkor úgy haladni végig a századokon, úgymond. Um, ja, én kiválasztom ezt, és akkor ugye utána pedig lehet választani, hogy hogyan szeretnéd beállítani a játékot, például az AI-t. Én szeretem legagresszívabbra um, állítani, ugye, hogy legagresszívabb legyen, és állandóan úgymond hátba szúrjon, és nagyon kicsi legyen az esély arra, hogy ugye, ha békék kötök az AI-jal, akkor azt meg is tartsa, de például lehet állítani a last a AI, ugye, ami ilyen uh, nagyon kevésbé agresszív, vagyis nagyon, nagyon nem agresszív, nem szúr hátba, és ugye nagyon megbízható, és van a Savage AI, ami ugye egy ilyen közepes szinten van. Utána vannak ilyen Bigs Grim Reality, meg Disable Real Recruitment, ugye? Az az azt jelenti, hogy gyorsabban tudsz képezni ilyen uh, eudális egységeket, talán, meg, meg ilyen dolgok. Uh, én ezeket nem nagyon szoktam beaktiválni, mert szerintem megkönnyíti egy kicsit a játékot, vagy túlságosan unalmassá teszi, ugye, mert nagyon nehezen tudsz úgymond haladni, meg ilyenek, szóval nem nagyon szoktam aktiválni. Még amit be szoktam aktiválni, az a Permanent Watch Towers, ugye, hogy az elfoglalt és a meglévő területeken ugye alapból legyenek ilyen figyelőtornyok, szóval nem kell a játékosnak irányítani. A Permanent Arrows az azt jelenti, ugye, hogy az, a nyilvesszők megmaradnak a csatatérképen, ugye sosem tűnnek el, ezzel csak az a probléma, hogy ugye akkor FPS veszítesz, szóval minél több nyílvesszőt lőnek ki ugye az íjászok, annál egyre kevesebb és kevesebb FPS-ed lesz. Na már most az nem azt jelenti, hogy kilőnek egy nyílvesszőt, és akkor egy FPS-sel kevesebb, hanem kilőnek 300 nyílvesszőt, és akkor 2 FPS-sel kevesebb, 600 nyílvessző után megint 5 FPS-sel kevesebb, és így tovább, és így tovább. Uh, nem látom sok értelmét annak, hogy ugye egy csatában például 8 FPS-sel kevesebb legyen, mert ugye sokat számít, mert alapból is a játék, Hogy nem mondom, hogy kevés FPS-sel fut, de amennyiből lehet, ugye az FPS-t az jó mindig minél magasabban tartani, ugye szóval nem látom értelmét annak, hogy a nyilveszők. Megmaradjanak, én általában csak ennyit szoktam beaktiválni, ugye a legrosszabb AI, úgymond a legagresszívabb AI és a figyelő tornyok maradjanak meg, oké okay. ugye Elvégzi ezt, ezt persze kiadja, de nem számít És Rányomunk ugye, hogy oké okay, és elindul a játék A Stainless Steel 6.3-as, de ugye ezzel még nem végeztünk, mert még fel kell rakni a 6.4-et és a pecset hozzá. Például, hogyha a pecset nem raknám fel, akkor valójában a játék nem is működne. Szóval inkább ebből ki is lépek, finish, és akkor mehet a futtatás, ugye rendszergazdaként, jobb klik az SS 6.4-re, rendszergazdaként kell futtatni, next, automatikus, hogy ugye, ugye megtalálja a telepítő, <kül> hogy hol, hova kell telepítenie, next, next, és uh, megint next és install. Szerintem ez, ez sokkal gyorsabban fel fog menni, mert ugye a 6.4 az az inkább csak egy 6.3-ashoz úgymond egy patch, ugye, hogy legyen meg a 6.4, és akkor a 6.4-et is pecselni kell, és akkor egy olyan 98%-ban tökéletesen működik a játék. Oké, okay, futtassuk a izét, ugye a 6.4-et. És akkor ugye miután megvan, akkor beadja eztet, Ugye a beállítási lehetőséget, ugye ki lehet választani, hogy A, a nyelv ugye az, az alapból angol, de ki lehet választani, hogy Dutch és uh, Espanyol, <laughs> Vagy, de ugye gondolom mindenkinek angol, ám bár nem biztos Mindenkinek az angol kell, de nem biztos uh, És akkor ugye megint ki lehet választani, hogy Camping és korai, ugye az 1100-as években kezdünk, vagy a kései, 1220, én megint ugye választom az 1000, vagy a korait ugye, szóval Graculei és mindössze a Permanent Watchtowers. Oké, és elvégzi Start and Exit, és akkor ugye kiírja, hogy Steam Detected, Steam has been detected on your computer if you have a Steam version of Kingdoms, press yes, otherwise press no. Szóval, hogyha Steamről van meg a játék, akkor ugye yes, mert ugye a telepítő uh, észrevette azt, hogy Steam-es verzió van ugye a Kingdoms, a szóval Steam-es verzió, ha pedig CD-s vagy tört verziód van, akkor ugye no. Szóval nekem yes, akinek Steam-es, vagy akinek CD-s vagy tört verziója van, annak persze nem. Annak, uh, annak a nemet kell uh, nyomnia. És ugye fent van a 6.4-es, de még valójában most sem működne a játék rendesen, mert nincs fent a patch, szóval vissza kell menni, ugye, ahol, a, ahol, a kitelep, ahol a kicsomagoltad a patch és a rendszer gazdaként futtatod. Oké, okay, és a telepítő automatikusan megtalálja, hogy hova kell, és csak next, next, és ugye install. Ez is hamar fel fog menni. oké okay, és meg is van, és azt hiszem igen megint beadja ugye a beállítási dolgot. Ugye a nyelv az angolon van, kampány megint, ki kell választani. És most már most már ugye megmarad az alapbeállítás. Még annyit szeretnék, igen, yes megint elindul, elindul, a játék, de kilépek belőle, mert szeretném megmutatni azt, hogyha például, nem is tudom, feltelepíted a játékot korai beállítással, de nincs kedved hozzá, hogy hogyan lehet beállítani, ugye, hogy utána a kései uh, beállítás legyen. Szóval ugye nekem most a korai van, itt is írja ugye, hogy Early Era Camping, vagy ka kampány ugye, és hogy hogyan lehet beállítani azt, hogy például telepítés után nem is tudom, kedved lenne a, a kései korban játszani, ugye az 1220-ban akkor, vagyis ott kezdeni. Akkor ugye meg kell keresni, hogy hol a játék, szóval nekem ugye Steam, Steam Apps, Common, Medieval 2, Mods, itt van, hogy SS 6.3, a mappának a neve megmarad 6.3-nak, de valójában a 6.4 van fent, ugye. És itt írja, hogy Setup, és akkor idemész, Kampány, kiválasztod a léterre, beállítod, amit szeretnél, ugye, Glacool AI, a permanent erróz az nem kell, oké, okay, és elmenti, és start an exit, és akkor most már a késői kampány fog indulni. 1220-ban kezdesz, ugye? És lét uh, hadjárat, ugye? És indítsunk el egy... Uh, egyet, indítsunk el egy random néppel, csak hogy lássuk, hogy betölte És ugye, from the team, kapsz egy ilyen jelentést New threat, ugye jönnek a mongolok Genghis És ugye itt vagyunk A litvánokkal, ú uh, itt a Teuton Teutonic uh, Order, Teuton uh, lovagrend, ugye Na ja, kb. ennyi lett volna. Nyomjunk egy körváltást, mert hát miért ne? A térkép ugye, amit lehet látni, nagyon nagy és nagyon, nagyon élvezetes a mod, ugye? Nagyon szeretem a stainless steel -t. És kaptunk egy családtagot, vagy egy ilyen jelöltet, ugye? Van egy csapat, Dukál Lovas. Hm, Oké. Okay. Na jó, tényleg kb. ennyi lett volna és remélem sokat segítettem. Talán még annyit megmutatok ebben a telepítésben is, ugye, pont mint a tördégyes telepítésben, hogy ugye, ha például szeretnéd azt, hogy WASD-vel mozogjon ugye a kamera a csatákban, vagy kampánytérképen, ugye akkor keyboard settings és FPS style kell kiválasztani, és ahhoz, hogy Megmaradjon például az egységeknek vagy a hadvezérnek a speciális képessége, akkor ugye azt át kell állítani uh, Special Ability f ugye, mert alapból így van, és az egységek ugye, hogy fussanak akkor R betűre, és elfogadod. És akkor most már ugye megmaradt a. Ugye, hogyha átállítod azt, hogy FPS stylon működjön a kamera irányítás, akkor ugye a futás és a speciális képesség ugye az egységeknek átállítódik a h a H betűre és a J betűre, de én vissza szoktam állítani R betűre és F betűre. Ezzel valójában kikapcsolok valami mást, de hogy őszinte legyek, nem tartottam fontosnak. Hogy őszinte legyek, sose jöttem rá, hogy mit kapcsoltam ki, de nem is igazán érdekelt. Mert általában csak annyira használom az FPS style beállítást, ugye, hogy a kamerát vasd vel mutas, és mozogtassam, ugye? Vagy tudjam irányítani, és megmaradjon az, az R és az F betű ugye, a kezeim alatt, és kb. ennyi. A többi nem igazán érdekel. Az egység méret, az pedig Game Settings és Unit Scale Huge, de az, ahogy elnéztem, alapból. Így volt, a kamera korlátozásos kikapcsolom, mert semmi értelmét nem látom, és kb. ennyi. Na ja, remélem, remélem tetszett a telepítési videó, és sokat segítettem. Köszönöm a megtekintést, sziasztok!